mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. Nyisd meg a szíved és az elméd, és ragadd meg a prófétai szót. Uram, köszönjük neked, hogy amilyen a neved, olyan a te dicséreted. Köszönjük neked, hogy ezen a mai reggelen is, ezen a mai napon is csodálatos a te neved, és ilyen a te dicséreted. És köszönöm neked, hogy azért jelent meg az Istennek a fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Azért jelent meg az Istennek a fia, hogy lerombolja az ördög minden munkáját. Azért jelent meg az Isten fia, hogy megkeressen tégedet, aki most még nem döntöttél az Úr mellett. És azért jelent meg az Istennek a fia, hogy összehozza. Azt mondja Jézus, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak összegyűjteni, mint kotlós a kis csibéit. És az Úr Jézus azért jött, hogy összegyűjtse, hogy megkeresse, összegyűjtse az ő népét. Északról, délről, napkeletről, napnyugatról. Azért jött, hogy megkeresse az utolsókat is, és az elsőket is. Megkeresse azokat is, akik más nemzetekből jönnek, más helyekről, más területekről, mert az Úrnak a folyamai, azok telve vannak vizekkel, és kiömlenek éjszakra, délre, napkeletre és napnyugatra. Amen. Még Indiába is kimegy, Afrikába is kimegy, amen. Jönnek a nemzetek Amerikába, Ázsiába is, Magyarországon, egész Európába. Kimennek az Úrnak a folyamai, és jönnek, és jönnek, és jönnek, és jönnek a népek, és jönnek a nemzetek, és senki nem tudja vissza megakadályozni. Senki nem tudja megakadályozni a Szent Szelem folyójának a kiáradását. Ezen a mai napon se, amen, mert megy az Úrnak a folyója. Így van, Reble Prondeglájt a te életedbe is, és előhívom a fiakat és a lányokat. Előhívom, Uram, és köszönöm neked, és gyógyulás van a szárnyai alatt. Mert azt mondja az Úr, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. El nem hagy téged a te Istened. El nem hagylak téged, sem el nem távozom tőled. El nem hagy. Ezért nincs mitől tartanod. Nem biztonságban vagy. Aki Krisztusban vagytok, új teremtések vagytok. Krisztusban. És a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Amen. Újjá lett minden. Ezért, kedvesem, nem az érzelmed irányít tégedet, hanem te irányítod az érzelmet. Te leszel ezek fölött. Amen. Te leszel a dolgaid fölött. Nem azok lesznek rajtad. Halleluja. Ma fogok tanítani az érzelmek megzabolázásáról. Amen. Hogyan fogod tudni irányítani az érzelmeidet? Hogyan követnek? Nem az érzelmek, az érzelmeket követed te. Amen. Hanem téged követnek az érzelmek. A szellemedet. A döntéseidet. Ó, Reba Klajsze, Manda, Glajde, Bresson, Manda. És azt mondja az Úr, hogy mert fölé helyeztelek, föltettelek tégedet. Ó, Lord, Blagrajsza, egy olyan helyen vagy, egy olyan helyre ültettelek, és ültetlek titeket, ahol még nem voltatok. Olyan helyekre viszlek. Roble, Branda, Glajde, Vraklajsz, látom többeket, amiről nem is álmodtak. Szellemi helyekre, és fizikai helyekre is. Be fogtok lépni olyan területekre, ahol eddig nem voltatok, mert birtokotok alá fogjátok hajtani. Birodalmatok alá a földet. Így fogtok lépésről lépésre lépni. Amen. Reble grosszanam. És lesznek online bárányaitok, pásztorok is. Amen. Van, akik eljönnek Indiából. Are you understand me? Yes. Hungarian too? No, just English. Have you got the translator set? You have got? Okay. Praise the Lord. Van, akik eljönnek megnyiratkozni ide, az Új Szövetség gyülekezetnek a Super Beauty szalonjába. És találkoznak egy újjászületett fodrásznővel, ki meghívja őket Isten tiszteletre. Igaz? Mondta nekem Rita egyik alkalom, egy egész csapat jött. Mindegyik jöttek. Jöttek Indiából.
Amen. Az Úr szereti indiaiakat, amen, Indiát. Szereti a muszlimokat, amen. Van közöttünk olyan is, aki most muszlim. Dicsőség az Úrnak. Szereti az Úr ezeket a drága életeket, embereket, lányokat, fiúkat, asszonyokat. Szeret benneteket az Úr, meg én is. Az Új Szövetség gyülekezetben mindennek megvan a helye. Amen. Mindenkinek megvan a helye. És nem véletlenül, hogy itt vagytok. Amen. Meg a magyarokat, meg a romákat, meg mindenkit, akiben aroma van, azt is. Amen. Ugye, nekem az élet Krisztus. És a meghalás nyereség. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig, most testben élek, az Isten fián való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Én egy szellemi lény vagyok. Egy újjászületett lény. Természet fölötti életet élek. És nem a testem irányít. És nem az érzelmeim irányítanak. Hanem fogom az érzelmeimet, a negatív érzelmeimet, a zablánál fogva, lenyomom a földre a Jézus nevében. És nem az érzelmeim irányítanak, hanem én parancsolok. És követik az én hitemet, a gyümölcseim. A Jézus nevében. Amen. Mert kibocsájtotta az Úr az ő szavát, az ő beszédét, és meggyógyította őket. És kibocsájtotta az Úr az ő szavát, és helyreállít téged. Helyreállítja az életedet, a szívedet, a családodat, a jövődet. Uram, most imádkozom, és veszek most hatalmat, erőt, birodalmat az Úr Jézus Krisztus nevében. Az ördögnek minden terve, ereje és praktikája felett. És tudd meg, sátán, egyetlen egy fegyvered nem lesz jó szerencsés. Reblek rá az Úr Jézus hatalmas nevében, Isten nép ellen, ami készült. Így van az emberek ellen se. És szólok most a ráknak, és az áttétes daganatoknak a tüdőbe, a pajzsmirigyben, a válcsontban. Szólok minden rákos sejtnek, hogy pusztuljál el a Jézus Krisztusnak a nevében. És elengeded az Istennek a népét is. Elengeded ezeket a drága életeket is. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Az agyhártyagyulladásnak is. Így van Reblecsanama. Reblecsanama a mellbe levő daganatos sejteknek is. A mélybe levőknek is. Az Úr Jézus Krisztus nevében, és a tüdőben, bárhol, bármilyen csomó, kinövés és daganat, akárhol van a szervezetedben, az Úr Jézus Krisztus nevében szólok. Elengeded most az életeket a Jézus nevében. Szólok a halál szellemének és a pokol szellemének is. Reble grajna mando reble janamala. Rége sanama. Depresszió, félelem. Reble janame glider. Öngyilkosság. Elengeded Isten, elengeded ezeket az embereket. A drága asszonyokat, férfiakat, gyermekeket is. A Jézus Krisztus nevé. Van akinek a gyermeke most beteg. Reble gramales, nagyon magas láza van. És az Úr most ezt leviszi. Szólok ennek a láznak az Úr Jézus nevében, hogy embert nem érintesz. Elengeded a gyermek. Sőt, több gyermek van most ebben benne, a Roble Brandokra, a családodba is, a Jézus Krisztusnak a nevében, Rabla Bondereg, Lajsa, Sirimig, Lószerem, és nem lesztek covidosok, nem, ne félj semmitől, nem fog ez rajtad, és nem fogsz meghalni. Reble Johnny Miket, Tavra, Mojone, Még Lajda, Bandorez, Szerebe, Jokos, Sorra, Bandorebb lesz Szerama. Van akinek a szemét gyógyítja most az Úr, Regenem, látom, van akinek a lábad gyógyul, a csípőd is, a forgóid is, az Úr Jézus Krisztus a nevében megáldom most, és hívom megtérésre azokat az életeket, akik nincsenek még megtérve, Uram, a családtagokat is, az Úr Jézus Krisztus nevében gyertek, gyertek a forráshoz. Köszönöm neked, mennyei apucikám, és megdicsőíted a te nevedet természet fölötti módon az ő életükbe, a názaret Jézus Krisztusnak a nevében, és kiárad a te szereteted. Köszönöm neked, így van az érzelmeikbe is, a lelkükbe is, Uram, a gondolkodás mód, Uram, köszönöm, hogy a kegyelmeret erre az újra, az új gondolk, az Isten fajta gondolkodás módra, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, ezzel a kegyelemmel áldalak meg most benneteket. Halleluja. És titeket is, akik itt vagytok, megáldalak. Ivan Rabla Dojinimi Kleiners, és van akinek most a méhét gyógyítja az Úr, a méhedet is, Lip Johnna Maglajsa, van akinek a rossz emlékeidet, és a pániktól, a félelemtől szabadít meg az Úr. A minden pániktól, minden félelemtől, és ami eddig probléma volt, nem lesz probléma. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében veszek e fölött hatalmat. Az Úr Jézus hatalmas nevében. Ember nem érintesz, elengeded őket. Így van, Rabbi Johnom is. Fogjátok élvezni az életet, és a közösséget, a családodat is. Amen. Ezzel a kegyelemmel áldalak meg most benneteket.
és szeretlek benneteket. Az Úr Jézusnak a szeretetével is így elbocsátjuk, akik az internet előtt velünk voltatok, vagy velünk vagytok, jövő héten találkozunk, folytatódnak az Isten tiszteletek minden helyen, és köszönjük, és lesz jövő héten ima éjszaka is, úgyhogy nagyon sok mindennel leszünk benne. Az Úr áldjon meg benneteket, és ezzel a kegyelemmel elbocsájtlak, halleluja, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg, világosítsa meg az Úr az orcáját rajtad, és könyörüljön te rajtad, és fordítsa az Úr az orcáját te rád, és adjon nektek békességet, amen, ezzel a kegyelemmel, az ő szeretet tével legyetek továbbra is áldottak és boldogok. Amen. Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyvárdi utca 6, telefonszámunk 0670 600 5577, e-mail címünk online@újszövetség.hu.